A forró nyár és a kevés csapadék nem kedvezett idén a burgonyának. Ezért jelentős terméskieséssel számolhatnak a gazdák. Ez azért is rossz hír, mert a burgonya ágazat évek óta mélyrepülésben van Magyarországon. A termőterület folyamatosan csökken, jelenleg körülbelül 14-15 ezer hektár, ami rendkívül kevésnek számít. Ennek több oka van. Elsősorban meg lehet említeni az időjárást, amelyik az utóbbi időben ugye 35 fokon felül van. És ugye ez köztudott, hogy a burgonya 25 fokon felüli hőmérsékletet nem szereti, már nem érzi magát. Másik nagy ok, hogy a lengyel burgonya sajnos még mindig Magyarországon van, tehát addig, míg a lengyel burgonyát először veszik a nepperek, illetve az eladók, ez azért rossz a gazdálkodóknak, mert szinte egymással alá licitálnak az árat, tehát kénytelenek vagyunk annyiért odaadni, amennyiért ők mondják, mert különben ránk marad a burgonya. Az ár pedig idén is zuhan, ami a kevés termés mellett tovább rontja a gazdák helyzetét. Nagyon alacsony, mi megmondom, hogy szintén kezdtük először 60 forinttal, utána lementünk 40, most meg 30 forint körül van, de nem is az, hogy egyszerűen nincs vevő. Nincs vevő, szóval ilyen érdektelenséget én 1980-tól burgonyázok, de még ilyen érdektelenséget nem tapasztaltam a piacon, mint ami most van. Augusztinyi Nagy András azt is kiemelte, ha továbbra is így alakul a hőmérséklet, illetve az alacsony árak maradnak, akkor a helyzet csak tovább romlik majd. Hozzátette, az sem segít az ágazatnak, hogy a korábban nagy burgonyatermesztők kiszálltak a piacról, a géppark leromlott állapotban van, az állami támogatás pedig nem fedezi az egyre növekvő költségeket.